Bibliája akkor azzal, úgyhogy kezdjük el, le is húzzuk az időt tovább. És majd a végén, ahogyan a múltkor is, rátérünk arra, hogy mi is ennek a gyakorlati jelentősége, hogyan nyilvánul meg Jézabel szellemisége és maga Jézabel hogyan pusztítja el tulajdonképpen az egész társadalmat, hiszen ez az a szellemiség, ami a legborzasztóbb talán az összes közül. Természetesen nem mondom azt, hogy a parázaság, vagy a bujaság úgy általában, vagy a mértéktelenség, vagy ezek nem rosszak. Én azt mondom, hogy ez a fajta szellemiség, ami eluralkodott a világon, különösen a nőkön ez a szellemiség, ez mindenképpen az egyik legborzasztóbb dolog, ami pusztítja az emberiséget. Úgyhogy én azt úgy döntöttem végül is, hogy Jelenések könyve Higgalú második fejezettel fogjuk kezdeni, és ez nem pontosan Jézabelről szól, mármint magáról a valós személyiségről, hanem inkább egy képet ad Jézabel szellemiségéről. Úgyhogy nézzük meg Jelenések könyve második fejezetben. A 18-as verstől van szó Jézabelről. Nézzük meg, hogy mit ír. A 18-as vers így szól: a Tiátira beli gyülekezet angyalának pedig, ugye angyal Malak, angyalának pedig írd meg, ezt mondja Elohim fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Ez ugye Jehusá HaMásiák. 19. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Azaz, megdicséri a Tiatirabeli gyülekezetet, hiszen tudja az ő cselekedeteit, amik közül a legrosszabb, ugye az utolsó cselekedeteit is jobbak, mint másoknak a legjobb cselekedeteik. Az ő hitét, az ő türelmét, azaz tűrését, a szolgálatát, a szeretetét, az ő dolgait. Ez mind-mind arra utal, hogy a Tiatirabeli gyülekezet követi Jahua instrukcióit és a Torát. Azonban nézzük meg, hogy mi a probléma velük, 20-as vers így szól: de van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bávány áldozatokból egyenek. Nézzük meg, ugye mi a probléma a gyülekezettel. Végül is szinte mindenben tökéletesen alkalmazkodtak a Torához, azonban beengedték ezt a szellemiséget a gyülekezetbe. Nyilvánvalóan, vagyis hát nem nyilvánvaló, de valószínűleg nem egy fizikai prófétáról van szó, egy nőről, aki beférkőzött a gyülekezetbe, hanem erről a szellemiségről. De így vagy úgy, a lényeg az, ami ennek a következménye, az pedig a paráznaság és a báványimádat. Ez az, ami félrevezeti a Tiatirabeli gyülekezet embereit attól, hogy tökéletesek legyenek. 21-es így szól: adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Azaz, mint mindig, számára is biztosított időt a megtérésre a megváltó, illetve Jehova, azonban nem volt hajlandó megtérni. Ímé én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, hogy nyomorúságba, ha meg nem térnek, a nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Mindazok számára, akik azt mondják, hogy csak a hit számít, ez nem igaz. Egyszerűen nem úgy van. Jakab második fejezet erről ír, de számtalan más helyről megtudhatjuk. Római 10:17, a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Ugye a hit, a Tora, illetve az úgymond Ószövetség olvasása által jelenik meg az életünkben. A hit nem egy elvont fogalom, mint ahogy az nekünk a mi értékrendünkben és szótárunkban jelen van. A hit az ő világukban, cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért írja az, hogy meg kell térnie az ő cselekedeteikből.
különben ugyanarra a sorsa jutnak, amire Jézabel. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Úgyhogy mindenki, aki azt gondolja, hogy a hite meg fogja menteni, az rossz úton jár, hiszen itt mondja maga Jahusha HaMashiach, hogy mindenkinek megfizet a cselekedeteik szerint, aki engedi, hogy félrevezesse akár Jézabel, akár bármi más, amit a gonosz felhasznál ellenünk, az mind az szerint lesz megítélve. 24. Nétek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a satán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet. Úgyhogy ez volt az ő egyetlen hibájuk. És akik nem ezen az, akik elkerülték a paráznaságot és a báványimádást, azok mind rendben voltak, ezért mondja, hogy nem vet rájuk más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök, hanem ugyanúgy éljetek. Érdekes az, hogy azt írja Károly, hogy akinél nincsen egy tudomány. Mit jelent az, hogy tudomány? Nyilván nem azt a tudományt jelenti, amit mi tudománynak hívunk. A tudás az tudomány ebben az esetben, de nyilván a paráznaság és a bávány áldozatokból való evés, a bávány imádat, az cselekedetek. Akkor hogy, miért mondja, hogy ez tudomány? Azért, mert a tudás cselekedetekben nyilvánul meg, mert tudja azt, hogy a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Erről beszél, megfizet a cselekedetei szerint. A paráznaság és a bávány áldozati hús, az evése, az cselekedet. Mellesleg a paráznaság nem része a 10 parancsolatnak, úgyhogy nem csak a 10 parancsolatról van szó itt, de egyébként sem, hanem az összesről ugyanúgy, mint mindig. Ha már itt tartunk, Jézabel neve egyébként azt jelenti, hogy Baal az férj. Baal ugye maga a föníciai istenség Baal, ami ugye ilyen vagy olyan módon az összes istenség visszavezethető az ellenségre, az ellenséghez, magához, és Jézabel neve ugye Jézabel, azt jelenti, hogy Baal férj, vagy pedig, hogyha egy másik értelmezésben, az pedig azt jelenteni, hogy fér nélküli, vagy pedig tisztátalan. És az érdekesége az, hogy meg fogjuk tudni azt, hogy Éhab volt a férje. Ennek ellenére úgy hívták, hogy Jézabel, tehát, hogy fértelen, vagy Baal a férje, azaz nem a férje Éhab volt, hanem Baal, hiszen úgy viselkedett. A másik az, hogy majd megnézzük, hogy honnan származik, és hogy ki volt az apja. A lényege azonban ez, hogy a másik jelentése pedig az, hogy Baal felemelt, tehát olyan értelemben, hogy Beát imádja. Tehát ő Baal az, aki Jézabel által előtérbe kerül, illetve ő az, akit felmagasztal, inkább így fogalmazok. Úgyhogy ez az, amit Jézabel neve jelent. A következő, és nézzük meg akkor, hogy hogyan is mutatkozik be Jézabel. Ez első királyok 16, ugye Malachi Malef 16, és a 29-es verstől kezdődik egészen a 34-esig, úgyhogy első királyok 16, és a 29-es vers az első, amit meg fogunk nézni. Itt pedig így, ez pedig így szól. Ahab pedig az Omri fia uralkodni kezdte Izraelen, Asának, a Júdabeli királynak 38. esztendejében, ugye ekkor már Izrael és Jehuda, Júda két külön királyság volt. És uralkodik Ahab az Omri fia Izraelen Samáriában 22 esztendeig. Érdemes, természetesen nyilván érdemes tudni, hogy hogyan alakul az egész történet, hiszen nem véletlenül van benne az írásba, azonban annyit villámgyorsan, hogy ekkor Izrael már régen rossz úton járt, és gyakorlatilag egyik király rosszabb volt, mint a másik, és mindegyik
távolabb és távolabb került a Torától, a mindenható instrukcióitól, és ezért folyamatosan büntette őket Jahua, amellett, hogy természetesen hívta őket vissza, és adott volna teret a megtérése, ugyanúgy, ahogy jelenések könyvében olvashatjuk, hogy adott időt, hogy megtérjen, azonban nem tért meg. Ugyanez a helyzet Izrael is. 30-as vers így szól, és gonoszabbul cselekedik Ahab, az Omri fia Jahua szemei előtt mindazoknál, akik ő előtte voltak, ami persze nem egyszerű, azonban Ahabnak ez sikerült, mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboamnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne és feleségül vevé magának Jézabelt, ezt Bálnak, a Sídonbeli királynak a lányát, elmenvén Bálnak szolgála, és meghajtá magát Bálnak. Szóval a probléma ugye az, hogy már ekkor Izrael rossz úton járt, és mindenféle bálványok után futkosnak, azonban ezt megtetézte azzal, hogy behozta azt a szemét, aki ugye nem más, mint Jézabel, aki tulajdonképpen, az az érdekes, hogy azt mondta, hogy feleségül vevé magának Jézabelt, mikor itt olvastuk az előbb, hogy Jézabel maga azt jelenti, hogy Baál felesége, vagy Baál a férj, illetve azt jelenti, hogy férj nélkül, attól függően, hogy melyik verziót fogadja el az ember, ennek ellenére azt írja, hogy feleségül vevé. Ez lesz majd egyébként a lényeg Jézabel szellemiségével kapcsolatban, hogy Jézabel nem hajlandó nőként funkcionálni a kapcsolatban. Úgyhogy pontosan ezért mondja, hogy férj nélküli, vagy pedig beáll a férje, hiszen ez a fajta szellemiség van meg Jézabelben. Érdekes az, hogy Ed Bálnak hívják az apját Jézabelnek, és ugye Sídonnak a királya, és ez által Ahab, és ugye hiszen ő volt a király, az egész nép elkezdett Bálnak szolgálni. Ed Bál neve maga annyit tesz mi, hogy Bállal együtt, hogy azzal együtt működik, ezt jelenti Etbál, és ugye ő Jézabel apja. Megosztom ezt a linket, megnézhetitek. Igen, Bál felemeltje, így. Itt van. Az a link Etbálhoz, ez pedig Jézabelhez. A 32-es vers pedig így szól, és tovább ugye taglalja azt, hogy Ahab hogyan vétkezett, és milyen problémákat okozott Jézabel. 32 és oltát emele Baálnak a Baál házában, amelyet Samáriában épített. Tehát nem elég, hogy házat épített, ugye a templomot Baálnak Ahab, hanem ebben még oltát is emelt Baálnak. 33 és csinált Ahab Aserát, ugye Asera az, mindjárt megnézzük, és jobban haragra indít Ahab Jahuát, Izrael hatalmasságát, mint az Izrael valamennyi király, akik ő előtte voltak. Asera az egy, az a nő párja, a női párja beállnak, és ezek ilyen, ilyen fa ligetes területek voltak, meg a dombok tetején áldozatok, ezt jelenti Asera, gyakorlatilag hasonló, ugye a fa alatti áldozás, mint amit karácsonykor csinálnak a, gyakorlatilag mindenki, de különösen a keresztények. Szóval ez volt a probléma, a legeslegnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag még egy lépése közelebb kerültek Beához, és Jahua ezt nem nézte jó szeme. 34. Ennek idejében építi meg a Bethelbeli Hiel Jerikót az ő elsőszülött fiának, Abirámnak, élete árán veti meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Segubnak árán állítá fel annak kapuit, Jahua beszéde szerint, melyet szólott volt Józsué Nun fia által, ugye ezzel fejeződik be ez a fejezet. A lényeg az, hogy Baál volt, átvette tulajdonképpen Jahua szerepét, mint egy vezető istenség. Ha valakit érdekel, Baál az az annyit tesz, mint Lord, angolul, azaz magyarul Úr. Mindenki, aki még mindig ragaszkodik az Úrhoz, meg az Isten kifejezéshez, sajnos Baál egyenlő az Úrral a föníciai, illetve a héber nyelven.
ez az egyik oka annak, hogy Yahuára helyettesítettem az összes előfordulását, hiszen eredetileg az. Ezt remélem, hogy már nem okoz meglepetés senkinek, vagyis hogy mindenki érti ezt, hogy minden helyen, ahol az írásban az úr vagy uram szerepel, az minden egyes alkalommal a tetragrammaton, ugye Yod-Heh, Vav-Heh, ami ugye Yahuah, Yahvé, vagy Jehova, vagy akármi, de semmiképpen sem úr, hiszen az úr az beáll. Úgyhogy ennyit erről. Gyorsan, összesen 80-szor fordul elő, beáll az úgymond Ótestamentumban. Még érdekességképp annyit, hogy amennyiben igeként használja a beállt az írás, akkor annyit jelent, mint házasodni, vagy boldognak lenni, vagy férj, vagy uralkodó, vagy valaki, aki házas. De egyébként valaki fölött uralkodni, valakihez hozzámenni, birtokolni valakit, ez jelenti a beáll, azaz úr gyakorlatilag magyarul. De érdekes az, hogy ilyen értelemben használja, hogy mint férj, vagy pedig úr valaki fölött, aki uralkodik. Itt a link ezzel kapcsolatban is, akit érdekel. 18-as fejezet az első királyokból így szól, és ott pedig az első verstől. És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben Jahuának beszéde illéshez mondván, menj el, mutasd meg magad a Ahábnak, és esőt adok a föld színére. Ugye ekkor már Izraelben szárazság volt egy ideje, és elméne Illés, hogy megmutassa magát a Ahábnak, nagy éhség volt pedig Samáriában. És Ahab hivatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt, Abdiás pedig felette igen féli vala Jahuát. Négyes vers pedig így szól, mert mikor Jézabel megölette Jahu a prófétáit, Abdiás 100 prófétát vett, és rejtette el 50-enként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. Ugye Abdiás volt az, aki megmentette a prófétákat. Tehát Jézabel nem csak, hogy terjesztette ezt a vallást, és nem csak, hogy ugye templomot épített, és oltárt épített, és neki áldozott, hanem emellett még Jehova prófétáit is megölte. Megölette tulajdonképpen. És mondta Ahab Abdiásnak, menj el az országba szerényszerte a vizek forrásaihoz és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat, összvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat minden estől elpusztulni. Szóval a helyzet nem volt valami nagyszerű, hogyha füvet kellett keresni, hogy az állatokat megmentse. Mint mindig, az engedetlenségnek a büntetése az ilyen vagy olyan katasztrófák és betegségek és háborúk, ugyanúgy, ahogy napjainkban azt látjuk. Elhozták azért maguk közt a földet, amelyen kiki elmenjen. Ahab egyedül ment az egyik úton, és Abdiás egyedül ment a másikon. Ugye az a lényeg, hogy Abdiás találkozik Illéssel, Illés azt mondja neki, hogy mondja meg Ahabnak, hogy találkozni fog vele. Erre Abdiás azt válaszolja, hogy de mi van, hogyha mégse jön, akkor Ahab meg fogja őt ölni, azonban megígéri Illés, hogy meg fog ott jelenni. És itt fogunk bekapcsolódni, ahol azt mondja Abdiás, illetve nézzük a 12-es versben. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el Jahuának lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, és megmondom Ahabnak, és ha ő téged nem talál, meg engem öl meg, pedig a te szolgálod féli Jahuát gyermekségétől fogva. Ugye a féli Jahuát az nem azt jelenti ebben az esetben, hogy Abdiás mondogatta ugye naposztat, hogy ő féli, ő úgy élt, ő nem csak hogy mondogatta, hanem ő elrejtette a 100 prófétát két barlangba, és táplálta őket, annak ellenére, hogy tudta, hogy nem csak őket, hanem őt is megölnék, hogyha megtudnák. Szóval az, aki azt gondolja, hogy a cselekedetek nem fontosak, az nem jó irányba tapogatózik. De nézzük, hogy mit tudunk meg a 13-as versben. Nem mondották én meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel
megölette Jehova prófétáik, hogy elrejtettem Jehova prófétáik közül 100 férfit, 50-enként egy-egy barlangba tápláltam őket kenyérrel és vízzel. Ugye ezt erősíti meg. És megesküszik neki Illés, hogy meg fog jelenni. Elment Abdiás Ahabhoz, és megmondta neki, hogy Illés meg fog jelenni, és mikor 17-es vers, és mikor látta Ahab Illést, mondta Ahab néki, te vagy Izrael megháborítója. Szóval, ha megállunk egy pillanatra, és átgondoljuk azt, amit Ahab mondott, akkor látjuk azt, hogy természetesen gonosz volt Ahab magától is, azonban azzal, hogy Jézabel bekerült ebbe a képbe, azzal tovább rontotta az egész helyzetet, olyannyira, hogy Ahab azt mondja, hogy Illés a problémának az okozója. Hogy ő az, aki miatt ilyen helyzet alakult ki Izraelben, hogy nincsen mit enni és szárazság van. 18. Szóval csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy az a fajta szellemiség nem csak azt jelenti, hogy paráznaság és báványimádat, hanem számtalan más, és ennek az egyik eleme az, hogy másra hárítja a felelősséget, és nem vállal felelősséget azért, amit ő csinál, illetve hát nem is látja. 18. Ő pedig mondta, nem én háborítottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok a Huának parancsolatait, és a Baál után jártatok. Pontosan ezt mondja neki Illés, hogy mi is tulajdonképpen a helyzet. Hát biztos vagyok benne, hogy pontosan tudja, de azok kedvéért, akik nem tudnák, azok kedvéért leírta és elmondta Illés. Amennyiben az ember elhagyja a Jehova parancsolatait, annak ez a következménye. 19. Most azért küldj el és gyűjts hozzám az egész Izraelt a Kármelhegyre, és Beál 450 profétáját, és az Aserának 400 profétáját, akik Jézabel asztaláról élnek. Ez a vers többet elmond, mint ahogy az ember gondolná, hiszen egyrészt Illés ugye maga maradt, hiszen a profétákat megölték, úgyhogy ő egyedül lesz, és ő egyedül fogja ezt az egészet végigcsinálni, és bebizonyítani azt, hogy a Hua igenis egyedül Elohim, és ő az, aki uralja az eget és a földet, és minden a Kármelhegyén. Azonban a másik az, hogy Baálnak 450 profétája van, Aserának meg 400 profétája van pluszba, és ők mind ott lesznek a Kármelhegyen ennél a eseménynél. Az érdekesség az azonban, hogy azt mondja, hogy akik Jézabel asztaláról élnek, és nem Ahab asztaláról. Tehát Eliahu Illés azt mondja, hogy Jézabel asztaláról élnek, nem pedig az, hogy a te asztalodról élnek. Úgyhogy szerintem ez is egy árulkodó jel azzal kapcsolatban, hogy Jézabel szellemisége milyen is valójában, hiszen ő az, akinek az asztaláról beszélnek, nem pedig Ahab, annak ellenére, hogy a férfi és a nő kapcsolat, illetve a házasság a kezdetétől fogva egyértelműen meghatározza a szerepeket ebben. Ez teljesen megfordul Jézabel esetén. 20-as vers így szól, és elküldte Ahab mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármel hegyre. Oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok kétfelé, ha Jahua Elohim, kövessétek őt, ha pedig Baal, kövessétek azt, és nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Most azt akarom megnézni itt, hogy elfogunk ezt a jelenetet, majd megnézzük egy következő témakörben. Maradjunk meg Jézabelnél, ugye. Nézzük meg a következő fejezet, ami első királyok 19, és annak az első verse, amivel kezdeni fogjuk. Tehát a következő fejezet gyakorlatilag első királyok 19, így kezdődik. Ugye röviden a történet lényege az, hogy felállítanak két oltárt, azon két áldozatot, és mind a kettő csoport, hát csoport ugye Eliahu Illés egyedül van, viszont ott van a 450 proféta, plusz a 400 asarának, és ők is kérik az ő úgymond hatalmasságait, azaz Beált,
és Illés kéri Jahuát, hogy megtudják azt, hogy melyik az a hatalmaság, amelyik tűz által el fogja fogadni az áldozatot, azaz a tűz felemészti az áldozatot, és természetesen Jahua az, aki a tüzet lebocsátja, és ezzel visszatéríti Illés a népet Jahuához ezzel a demonstrációval. Egy nagyszerű az egész történet egyébként azok számára, különösen akik azt mondják, hogy a név nem számít, hiszen ők mindvégig beállt, mondtak, míg ő Jahuához imádkozott. Úgyhogy, de röviden ez a történet, ami után mi most bekapcsolódunk, ezért mondtam el csak, mert a 19-esben így kezdődik, és Ahab elbeszéli Jézabelnek mindazokat, melyeket Illés cselekedett. Illés ennek tetejébe az összes profétát ugye megölette ott. Elmondta, hogy miként cselekedett, és többek köz hogyan ölte meg mind a profétákat fegyverrel. És követet küldte Jézabel Illéshez. Igazából Ahab az, aki közvetíti az üzenetet, és Jézabel az, aki a döntéseket hozza. Ahab csak elhozta az üzenetet neki, hogy elmondja, hogy mi történt. Jézabel az, aki meghozza a döntést ismét. Úgyhogy Jézabel teljesen feje tetejére fordítja a férfinő kapcsolatot és a házasságot, ami nagyon rossz és nagyon káros következményekkel jár. Nem azért, mert bármiféle probléma lenne a nőkkel, hiszen számtalan példa van arra, akár Ruth példája is, amikor hasznos és jó döntéseket hoz egy nő, és segíti a férfi munkáját és az egész közösség életét. Jézabel szellem egy egész más történet. Szóval követet küld a Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem a hatalmasságok, ugye a hatalmasság az istenek, ezt cselekedjék velem az istenek, ugye Baál az egy ilyen gyűjtő fogalom, a pogány isteneket jelképezi, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyik. Ugye ezáltal megfenyegeti Jézabel Illést a küldött, a követ által. Ezután egy kisebb szünet következik, és Jézabelről nem nagyon hallunk, azonban ha első királyok 21-es fejezethez lapozunk, akkor ott folytatódik Jézabel története, és hamarosan a végéhez is érkezünk. Első királyok 21, és ez így kezdődik. És történt ezek után, hogy Jezreelbeli Nábótnak egy szőlője volt Jezreelben Ahábnak, Samári királynak háza mellett. Szerintem ez egy nagyszerű történet, Nábót szőlője és maga az esemény, ami le fog zajlani itt Jézabel közreműködésével, és hogy milyen következményekkel jár ez, nem csak Áhábra és Jézabelre, hanem Áháb egész nemzetségére nézve, és az egész közösségre nézve. És szól Áháb Nábótnak mondván, add nékem a te szőlődet, hogy legyen veteményes kertem, mert közel van az én házamhoz, és néked érette jobb szőlőt adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom meg az árát. Szóval egyszerűen csak arról van szó, amiről a legtöbb esetben a világon, ugye ez pedig nem más, mint a kapzsiság és a bujaság, az, hogy az ember akarja a másét. Nem véletlen az, hogy a 10 parancsolatból az egyik az, hogy ne kívánta fel a barátod semmiféle dolgát. Ugye ez az, amit Ahab megszeg ezzel először, hogy ő szemet vett Nábot szőlőjére, csak azért, mert ez az ő háza mellett van, és azt ő tudná használni, mint veteményes kertet. Akár megveszi, akár ad helyette egy másik telket, úgymond. Hármas, és felele Nábót Ahábnak. Elohim őrizzen, hogy néked adjam az én atyáimtól maradt örökséget. Ugye Nábót egyértelművé tette, hogy ő erre nem hajlandó, hiszen ez az ő öröksége, és ő neki fontosabb az, mint hogy akár pénzét tegye, vagy akár egy jobb telket kapjon ezért. Akkor hazaméne Áháb nagy bánattal és haraggal
a beszéd miatt, amelyet szólott néki Jezreelbeli nábot mondván, nem adom néked az én atyámtól maradt örökséget, és lefeküvék az ő ágyára, és arcát fal felé fordítá, és nem evé kenyeret. Ugye ismét csak magát a szellemiséget, amiben ezek az emberek működnek, nagyszerűen illusztrálja az, hogy ő hazamegy és bánkódik azért, hogy nem kapja meg azt a telket, ami a másé, ami a más, az atyától örökölt telke. Csak azért ő nem eszik, és ő bánatos, mert nem kap meg egy telket. Amivel ráadásul ugye megszegi a mindenható parancsolatát mellesleg. Hozzám emlén az ő felesége Jézabel mondané ki, miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel, és ő mondané ki, mert a mai Jezreelbeli nábottal beszéltem, és azt mondám néki, add nékem a te szőlődet pénzért, vagy ha inkább tetszik, más szőlőt adok néked élete, ő pedig azt mondta, nem adom néked az én szőlőmet. Ugye, Jákháb elbeszéli Jézabelnek, hogy miről is van szó, hogy mi a probléma, és ezzel, mint aki jól végezte a dolgát, visszafordul szomorkodni. Akkor mondani ki Jézabel az ő felesége, te bírod -e most Izrael királyságát? Ugyanúgy, ahogy mindig a gonosz megtalálja azt, ahogyan az emberben kétely tud ébreszteni. Ugye biztos, hogy azt mondta, hogy nem ehetsz belőle? Avagy te bírod -e most Izrael királyságát? A büszkeségéhez beszél Áhábnak, hiszen ő a király, micsoda király vagy te, hogy még egy szőlőt sem tudsz megszerezni. Hogy lehet az, hogy te a király nem tudod megszerezni? Kelj fel, egyél kenyeret, és a te szíved örvendezzen. Én majd néked adom Jezreelbeli Nábót szőlőjét. Annak ellenére, hogy Nábót megmondta, hogy Elohim őrizzen, hogy néked adjam. Tehát Nábót féli Jahuát, hiszen ez az ő öröksége. Ennek ellenére Jézabel azt mondja, hogy én majd néked adom a Jézrebeli nábot szőlőjét. Szóval nem csak hogy a büszkeségéhez beszél, hanem egyértelműen ő az, aki az akciókat indítja ebben a kapcsolatban. Hiszen amit láttuk, ő az, aki követeket küld, ő az, aki kivégezteti a szolgákat, ő hozzájelent Áháb, hogy mi történt, és ő az, aki majd neki adja Nábót szőlőjét. Szóval Jézabel sokkal több annál, mint hogy paráznaság vagy báványimádat. Jézabel szelleme lerombolja azt a kapcsolatot, ami a férfi és a nő között, Jahua által ki lett találva és meg lett alapítva. Jézabel szelleme nem csak a paráznaságról szól. Jézabel szelleme egy olyan szellemiség, ami átveszi a hatalmat a kapcsolatban, és ezáltal ez a kapcsolat felborul annak a természetes rendje. Teljesen mindegy, hogy mi a világban mit gondolunk erről, a világ szerint ez hogy van. A lényeg az, hogy hogyan alapította meg ezt a kapcsolatot a teremtő, és ő úgy alapította meg, hogy a férfi az, aki vezeti a kapcsolatot, a nő pedig az ő segédje. Nem azt jelenti, hogy ő kevesebb, vagy kevesebbet ér, azt jelenti, hogy a két fél között más a kapcsolat, a két fél együtt működik, és így hatékonyak. Azonban, ha felborulnak a szerepek, nem fog működni a kapcsolat. Ennek egy nagyszerű példája Jézabel és Áháb. 8-as vers így szó. És levelet írt Áháb nevével, melyet megpecsétett az ő gyűrűjével, és elküldi azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábottal egy városban laktak. Ezen a ponton mindenki talán vissza akar lapozni Peresít, azaz 1 Mózes 3-hoz, amikor arról van szó, hogy és ő vett, és ő adott a férjének. Abból a gyümölcsből, a tudásfájának gyümölcséből. Ugyanaz a helyzet most is. Ő az, aki intézi a dolgot, ő az, aki Áháb nevével, Áháb gyűrűjével intézkedik, és majd meglátjuk azt, hogy mi is az, amit csinál. Elküldi a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábottal egy városban laknak. Szóval a vének és a főemberek azok, akikkel felveszi a kapcsolatot. Nézzük, hogy mit írt nekik. 9-es vers. És a levélben ezt írta mondván, hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére. Mindezt Áháb nevével és az ő gyűrűjével. Ő az,
aki ezeket a dolgokat intézi úgy, hogy Ahab nem is tud róla. Ahab egyszerűen csak fekszik az ágyban és nem eszik. Mindeközben Jézabel az ő nevével, az ő gyűrűjével intézkedik a vének és a főemberek között, böjtöt hirdet, és Nábotot nevezik ki a nép élére. 10. És ültesetek vele szembe két igaztalan embert, azt hiszem istentelen van a Károli verzióban, igaztalan embert, akik tanúbizonságot tegyenek ő ellene, mondván megszidalmaztad Jahuát és a királyt, azután vigyétek ki és kövezzétek meg őt, hogy meghaljon. Szóval a helyzet egyre súlyosbodik, hiszen most már abból, hogy ő megkívánta a fele barátjának a telkét és a tulajdonát, most már abból elment az egész odáig, hogy az ő felesége hamis tanúkat állít egy ártatlan ember ellen, és azt meg is öleti végül. Természetesen az jellemzi az egész valóságot, hogy a vérek és a főemberek ennek engedelmeskedtek, úgyhogy az egész királyság gyakorlatilag elég rossz bőrben lehetett, ha ezek az emberek így reagáltak erre, hogy ezt elfogadták, de a lényeg az, hogy mindezt Jezebel intézi. Ahab tudta nélkül az ő háta mögött úgy, hogy az ő nevében jár el. Mindjárt megnézzük, hogy mi ez a két igaztalan ember, mert az is egy érdekes dolog. De a hamis tanú az szintén szerepel a 10 parancsolatban. És nem véletlen, hogy kettő, hiszen azt mondja, hogy két vagy három tanú vallomása alapján legyen az ügy ugye megállapítva, és ezért kérte a két tanút. Ugye Jézabel nem sokat gondolkodott, számára egyáltalán nem fontos egy-két ember élete, ő bármire képes, hogy elérje azt, amit akar. 11. És eképpen cselekedének a vének és a főemberek, akik a városban laktak, amint Jézabel nékik megparancsolta. És amint a levélben megírta, amelyet nékik küldött. Szóval Jézabel parancsokat osztogat Ákáb nevében, úgy, hogy közben gyakorlatilag mindenkit bűnbe kényszerít, hiszen a főemberek és a vének tudtak erről, a tanú tudott erről, és azt is mindenki tudja, hogy az ártatlan ember vére azon arra száll, aki megölte azt. Szóval mindenki, aki megkövezte, aki részt vett az egészben, és az egész közösség felelős lesz egy ártatlan ember életéért, és felelni fog, ugyanúgy, hogy Jézabel, és ugyanúgy, hogy Ahab. És az ő közösség. Szóval egy-egy ember cselekedete hatással van egy közösségre, és azokra, akik körülötte élnek. Jézabel szelleme, és ez a szellemiség nem csak azt az embert rombolja le, aki ezzel rendelkezik, és akit uralma alatt tart, hanem mindazokat, akik a környékükön élnek, akik a közelükben laknak. Úgyhogy érdemes mindenkinek arra koncentrálni, hogy már mennyi ember keveredett bele ebbe Jézabel miatt. És ő parancsolgat, szóval böjtöt hirdettek, ültetik Nábotot a nép élére, hogy a nép elé tulajdonképpen. Előjött ezután a két igaztalan, istentelen ember, és leült vele szemben, és tanúbizonyságot tettek az igaztalan emberek, az istentelen emberek Nábot ellen a nép előtt, mondván megszidalmazta, hogy Nábot, Jahuát, és a királyt. Kivivék őt azért a városból, és megkövezik, és meghal. Szóval ebben a pillanatban már a fele barátjának megkívánta a tulajdonát, már hamisan tanúsodott, és embert is ölt, úgy, hogy gyakorlatilag szinte nem is tud róla, hiszen Jézabel mindezt elintézte neki az ő háta mögött. Most, ha megnézzük azt, hogy mi az igaztalan ember, villámgyorsan megosztom a linket. És remélem, hogy ez az, de meglátjuk. Azt hiszem ez a Belial. Igen, Belial. Igen. Belial. Szóval ez értéktelent jelent. Szó szerint. Értéktelenség, értéktelen, semmire se jó, mindenféle alap nélküli gonosz, vagy pedig pusztítás, vagy pedig egy rom,
vagy rombolás. Ez jelenti az igazán ember ott ezen a, mint ez a szó. Ez pedig a beli szóból ered, ami annyit tesz, mint valami, ami elfogy, elkopik, vagy egyáltalán nincs is. És a jaal szó, ami hasznot jelent, vagy valamiféle nyereséget. Tehát a kettő összekötve ugye azt jelenti szó szerint, hogy mindenféle haszon nélküli, vagy olyan, aminek semmi értelme sincsen, ugye beli jál, ez a szó így tevődik össze. Akkor a 14-es versben így folytatódik ez az egész történet. Azután megizenék Jézabelnek, mondván megkövesztett Nábot, és meghalt. Ugye nyilván Jézabel tovább folytatja ezt az egész akciót. 15. Mikor pedig meghallotta Jézabel, hogy megkövesztett Nábot, és meghalt, mondta Jézabel Ahábnak, kelj fel, és foglald el Jézrebeli Nábot szőlőjét, amelyet nem akart néked pénzét odaadni, mert nem él Nábot, hanem meghalt. Úgyhogy most tovább folytatja, osztja a parancsot Ahábnak, hogy kelj fel, menjél el, hiszen Nábot el van téve az útból, így meg sem kell venned, csak egyszerűen foglald el, és ez meg van oldva neked. Mit csinál Ahab? Mikor Ahab meghallotta, hogy Nábot meghalt, felkelt, hogy elmenjen Jezrebeli Nábot szőlőjébe, és elfoglalja azt. Úgyhogy Ahab abszolút nem zavartatta magát ezen az egészen, ő csak tulajdonképpen ugrált ezen a ponton már, ahogyan Jezabel intézte a dolgokat és fütyült neki, őt abszolút nem érdekelte, hogy közben az egész föld tulajdonképpen, illetve az egész föld olyan értelemben az ő királysága és az, aki ebben részt vett, bűnbe süllyedt. Ő csak egyszerűen ment oda, ahova küldték. 17-es vers, akkor szól a Jahua tesbites Illésnek mondván, kelj fel és menj Áhábnak, az izraeli királynak elejébe, aki Samáriában lakik, íme ott van a Nábot szőlőiben, amelyben lement, hogy azt elfoglalja, és szólj néki. Ezt mondván, így szólj Jahua, nem de megölted-e, és nem de el is foglaltad-e. És szólj néki mondván, ezt mondja Jahua, ugyanazon a helyen, ahol felnyalták az ebek Nábot vérét, ebek nyalják fel a te véredet is. Úgyhogy, ahogy korábban megjegyeztem, az ártatlan ember vére rászáll arra, aki miatt az ember meghalt. Ebben az esetben ez Ahab volt, így vagy úgy. Természetesen Jézabel és az összes többi megkapja ugyanúgy a részét, de mindenek megvan a következménye, és ennek az a következménye, hogy Ahab átengedte a döntést Jézabelnek, sőt, mivel nem szólt, ezért nyilván támogatta is azt, hogy ugyanarra a sorsa jut, mint amire az ártatlan ember Nábot és az ő vérét is az ebek fogják felnyalni. És mondta Ahab Illésnek, megint rám találtál ellenségem? Szóval ezen a ponton talán már mindenki érti azt, hogy milyen szellemiségben operál ez az egész csapat, Ahab, Jézabel és az egész garnitúrájuk, hiszen ő még mindig úgy gondolja, hogy Illés az ő ellensége, és ő az, aki miatt a problémák történnek. Úgyhogy ezen a ponton már ez az egész csoport elvesztette a valósággal a kapcsolatot, és ők teljes mértékben más dimenzióban operálnak. És mondd, rád találtam, mert te magadat mindenestől arra adtad, hogy gonoszságot cselekedjél Jahua szemei előtt. Illés ugye azon kevesek egyike, aki ebben a történetben értelmesek tűnik, nem véletlen, hiszen ő Jahua parancsolatait követi. Ímé azt mondja, hogy a hua veszedelmet hozok rád, és elvesztem a te maradékaidat, és kigyomlálom Áhábnak még az ebét is, és berekeztetted, és az elhagyatottat Izraelben. Úgyhogy az, hogy az ember milyen döntéseket hoz, és kivel tartja a kapcsolatot, és kivel él együtt, annak súlyos következménye van az ő életére nézve, de nem csak az övére, hanem az egész család fájának a következő részére és az ő életükre is. Úgyhogy e ponton Jahua azt mondja, hogy elvesztem a te maradékaidat, kigyomlálom Ahab még az ebét is, úgyhogy Ahabnak vége van tulajdonképpen. Odáig fajult a helyzet. 22. És olyanná teszem a te házat, mint Jeroboámnak,
ugye Jeroboamnak sem volt egyszerű a helyzete, a Nébát fiának házát, és mint Básának, az a Hia fiának házát azért, amiért haragra ingerlettél engem, és amiért bűnbe ejtetted Izraelt. Szóval, ha össze akarjuk foglalni, hogy eddig miről van szó, ugye ők nem csak hogy az egész erkölcstelenségbe süllyedt az egész Izrael és bálványimádatba, hanem templomokat emelnek, oltárokat emelnek, bálnak, aserának, megölik a prófétákat, és teljes és általános erkölcstelenség lett úrá az egész Izraelen, és ugye úgy kezdődött, hogy rosszabbul, gonoszabbul cselekedett, mint bárki eddig, hiszen elvette Jézabelt, és Jézabel az, aki ennek az egésznek az okozója. Természetesen nem azt jelenti, hogy Ahab egy nagyszerű karakter, de ugye azzal kezdődött az egész, hogy gonoszabbul cselekedett, hiszen elvette Jézabelt, az Ebál lányát. Úgyhogy Jézabel az, aki ezt az egész kárhozatot hozta Izraelre ezen a ponton. 23 így szól, és Jézabel felől is szól a Jahova mondván, az ebek eszik meg Jézabelt Jezreel kőfala előtt. Azt, aki Áháb házából a városban hal meg, az ebek eszik meg, azt pedig, aki a mezőben hal meg, az égi madarak eszik meg. Úgyhogy érthető szerintem az, hogy Jahova elvesztette a türelmét, és megmondta Áhábnak, hogy ez a fajta dolog, ez itt befejeződött, és ez nem fog itt működni tovább. 25-ös, mert bizonyára nem volt Ahábnak más, aki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék Jahuva szemei előtt, amelyre az ő felesége Jézabel ösztökélte őt. Ugye pontosan azt mondja neki, ami a probléma volt, hogy miért csinálta azt, amit Jézabel a felesége mondott. Hogy lehetséges az, hogy ő csak így ebbe az egészbe belecsöppent, és mindenféle ellenvetés nélkül ő azt csinálta, amit Jézabel mondott neki. 26-os, így folytatok, mert igen utálatos dolgot cselekedik, követvén a bálványokat, mindaszerint, amint cselekedének az emorausok, akiket Jahova kiűzött volt Izrael fiai előtt. Ugye nem véletlen az, hogy kiűzte ezeket a népeket előre. Aki nem érti azt, hogy miért pusztította el a népeket Jahova maradvány nélkül, az most ezt a történetet olvasva megérti. Talán. Remélhetőleg. Hiszen ha ilyen erkölcsi norma szerint operálnak azok a népek, akik a bálványok után mászkálnak, akkor milyen világ az, ami úgy zajlik, ahogyan ők képzelik, olyan, amiben mi most élünk ma. Ez volt az egyetlen oka annak, hogy mindenkit kipusztított maradvány nélkül. Ezért fogja most is elpusztítani az emberek túlnyomó többségét, mert ezt nem lehet, ezt a szellemiséget meghagyni, hiszen elterjed úgy, ahogyan azt Jézabel és Áháb története mutatja. Ezért írtotta ki a népeket. Nem azért, mert nem volt jobb dolga, vagy ő nem szerette annak a színét, vagy a szagát, vagy azt, ahogyan kinéztek. Hanem tudta, hogy ha hagyja, hogy ők úgy éljenek, akkor az a fajta szellemiség erősebb, mint az övé. Olyan értelme, hogy az emberek mindig is könnyebben befolyásoltuk arra, hogy kövessék ezt az erkölcstelen életmódot. Természetesen ő, ha akarná, akkor az egészet megváltoztathatná, de a lényeg nem az. A lényeg az, hogy ki az, aki magától azt az utat választja. Azonban az az út, ami Jahua kijelölt, a sokkal nehezebb követni, mint egy ilyen erkölcstelen utat, ahol teljes mértékben szabad a gazda. Úgyhogy nézzük meg a 27-es verset, mert ez egy érdekes fordulat az egész történetben. Lőn pedig, amikor meghallotta Áhába beszédeket, megszaggatá az ő ruháit, zsákba öltözék böjtöle, és a zsákban hála, és nagy alázatossággal jár vala. Mi az ember teendője, mikor rossz úton jár? Ugyanaz, amit elmondott Jelenések könyve 2. fejezetben, tér meg, és járj úgy, ahogy én azt mondom. És szól a Jahua tesbites illésnek mondva, nem láttad-e, hogy Áháb hogyan megalázta magát előttem? Mivel, hogy pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életében, hanem csak az ő fia idejében hozom el a veszedelmet az ő házára. Úgyhogy ezzel nyert egy kis időt, legalább nem lesz szemtanúja annak, ahogy elpusztul az egész családfája Áhábnak, mert ugye ez a következménye ennek az egész történetnek nyilván, hogy ez ki is fog derülni egyébként.
hamarosan. Azonban Yahuwah még innen is azt mondta, hogy jó, akkor ha ő így, akkor ennyi kegyelmet kap. Szóval érdemes azt a karaktert is figyelni, ahogyan Yahuwah viselkedik a történet folyamán. Mert az is tanulsággal szolgál mindenki számára. Hogy akármennyire is gyűlöletes az ő szemében, ami történik, ő még mindig hajlandó megbocsátani akkor, amikor az ember őszintén megtér az ő bűneiből, még egy olyan karakternek is, mint Ákáb, azok után, amiket ő végigvitt. Úgyhogy ha valaki példaképet keres, vagy egy olyan karaktert, amilyen lenni szeretne, akkor szerintem így a Hua egy nagyszerű választás. Második királyok, 9-es fejezet, ez pedig Melekim Bet, 9-es fejezet így szól. Ez ugye, ha jól emlékszem, Jezebelnek a vége. Elizeus próféta pedig szólít egyet a proféták fiai közé, és mondja neki: Övesz fel a derekadat, és vedd kezedbe korsos olajat, menjen Rámot Gileádba, menj be oda, és nézd meg, hol van Jéhu, Jósafátnak, a Nimsi fiának fia. Mikor pedig odaérsz, költsd fel őt az ő atya fiai közül, és vidd be a belső kamarába. És vedd elő egy korsocska olajat, és törzd az ő fejére, mondván: azt mondja Jahua, téged kentelek királyá Izraelen, és az ajtót kinyitván fuss el, és semmit ott ne időzz. Elment az ifjú, a proféta tanítványa Rámot Giládba, és amikor bement, íme a seregek fejedelmei ott ültek együtt, és mondta: beszédem volna veled, fejedelem, és mondja Jéhu, kivel ennyiünk közül, és mondta: te veled, fejedelem. Felkele azért, és bement a házba, fejére tölti az olajat, mondta neki: azt mondja Jahua, Izrael hatalmaság királyán kentelek téged, Jahuának népén, Izraelen. Tehát Ákábnak befellegzett. Hogy elveszítsd Ákábnak, a te uradnak háznépét, mert bosszút állok az én szolgáimnak, a profétáknak vérén, és mind Jahua szolgáinak vérén, Jézabelen. Úgyhogy nem csak, hogy Ákáb házának, hanem Jézabelnek is ezzel ugye vége. És kivész egészen Ákáb háza, és kigyomlálom mind az Ákábhoz tartozókat, még az ebet is, mind a berekeztetett, mind az elhagyottat Izrael. Ugyanúgy, ahogy ezt olvashattuk az előző fejezetben, mikor ezt megjósolta neki Eliahu Illés, hogy ez lesz. Szóval a következmény és a büntetés az is úgy is bekövetkezik, annyi azonban, hogy nem Ákab idején következett ez be. Ugye Ákab megkapta a saját büntetését, de ezúttal Jéhu lesz az, aki végrehajtja a Hua ítéletét Ákab házán. És természetesen Jézabel 10-es vers így kezdődik. Jézabel pedig az ebe keszik meg Jezreel mezén, és nem lesz, aki eltemes őt, és kinyitván az ajtót elfutott. Ugye úgy cselekszik az ember, ahogyan ez a The Proféta vagy üzenet közvetítő cselekedett. Azt mondta neki, hogy menj oda, add át az üzenetet, kend rá az olajat, és rohanj. És ő pontosan ezt tette. Jahua ezt parancsolta, ő ezt tette, és így ő élt. 11-es vers így szól: amikor Jéhu kiment az ő urának szolgáihoz, mondának néki: békességes é a dolog? Miért jött-e bolond hozzád? És felele nékik: hiszen ismeritek az ember és az ő beszédét. És mondának: hazugság, mondd meg az igazat. És mondta: így szól a nékem, mondván, azt mondja Jahu, a királyá kentelek téged, Izrael. Akkor nagy sietsége kiki mind vevé az ő ruháját, és alája teríték a grádés felső részére, és megfogadták a harsonákat, és kikiálták: Jéhu uralkodik. Úgyhogy ezek az emberek tudták, hogy Jahua nem viccel, amit ő mond, az van, és elfogadták, hogy Jéhu lesz a király, és azonnal ő uralkodott. Így ütött pártot Jéhu Jósafátnak, a Nimsi fiának, Jórám ellen, Jórám pedig ott táborozott volt Rámot Gilád alatt az egész Izraellel, Hazael sírja királya ellen.
És ugye Jéhu azonnal belekezdett abba, amit Jahua parancsol. 16-os vers így szól. És befogadott Jéhu, és elment Jezreelbe, ahol Jórán feküdt, és ahova Aházia is, a Júda király lement volt, hogy meglátogassa Jórámot. Mindjárt egy pillanat, csak megnézem, hogy végigolvassuk el az egészet, vagy inkább. Inkább megnézzük, hogy mi az, ami Jezebelre vonatkozik. Hát nézzük. Oké. 17. Mikor pedig az őrálló, aki Jezreelben a tornyon állott, meglátta Jéhu seregét, hogy ő mondta, valami sereget látok, akkor mondta Jórám, válasz egy lovast, és küldj eléjük, és mondja ezt, békességes a dolog. És oda lovagolt a lovas eléjük, és mondta, azt kérdi a király, békességes a dolog? Ugye Jórám nyilván tudni akarta, hogy mi a helyzet, hogy mire számíts. Felele Jéhu, mi gondod van a békességgel? Kerülj a hátam mögé, megjelenté pedig ezt az őrálló mondván, hozzájuk ment ugyan a követ, de nem tért vissza. Jéhu nem nagyon foglalkozott a diplomáciával. Akkor elküldött egy másik lovast, aki hozzájuk ment, és mondta, azt kérdi a király, békességes a dolog? Felele néki Jéhu, mi gondod van a békességgel, kerülj a hátam mögé. Hírül adá ezt is az őrálló mondván, hozzájuk ment ugyan, de nem jött vissza. 21. Akkor mondta Jórán, fogjatok be, és befogván az ő szekerét, kiméne Jórám, aki ugye lábadozott a sérüléseiből, Izrael királya és Ákházia, a Júda királya, mindenik a maga szekerén Jéhu elejébe, és a Jezreelbeli Nábót mezején találkoztak vele. Szóval azon a mezőn találkoztak, amiért Áháb, illetve hát Jézabel megölette Nábótot. Azon a mezőn találkoztak össze. És mikor meglátta Jórám Jéhut, mondta, békességes a dolog, Jéhu? Felelő, mit békesség, mikor Jézabelnek a te anyádnak paráznasága és varázslása mindig nagyobb lesz? Úgyhogy azt mondja Jéhu, hogy beszélhetsz te békességről, miközben a te anyád Jézabel ezt műveli itt az egész királyságban. Paráznaság és varázslás. Ugye a báványimádat, a mindenféle erkölcstelen dolgok, ezek voltak a problémák, ezért érkezett Jéhu. Akkor megfordítá Jórám az ő kezét, és futni kezdte, és mondta Ákháziának, árulás ez Ákházia? Jéhu pedig meghúzván az ívét, Jórámat hátba lövi a lapockák között úgy, hogy a szívén ment át a nyíl, és lerogyott a szekérben. És mondám itt Kárnak, az ő hadnagyának, fogd meg és vesd a Jezreelbeli Nábót mezeire, mert emlékezz csak vissza, mikor mi, én és te, ketten az ő atya Áháb után lovagoltunk, és Jahua ő felőle ezt a fenyegetést mondotta. Bizonyára megkeresem Nábót vérét, és az ő fiainak vérét, amelyet tegnap láttam, azt mondja Jahua. Úgyhogy Jahua felhasználja Jéhut arra, hogy végrehajtsa azt az ítéletet, ami ő hozott Ahában, és beteljesíti mindig azt, amit ő mondott. Úgyhogy Jahua nem véletlenül mondja azt, hogy ne legyen hamis tanúzás, ne hazudj, ne fogadj egy fogadalmat úgy, hogy nem tartod be, hiszen ő mindig betartja azt, amit ő mond. Ez ennek egy iskola példája. És annak, hogy mi a következménye, hogyha az ember beengedi ezt a szellemiséget az ő otthonába, amit Jezabel képvisel. Hiszen az egész magja Ahábnak ki fog pusztulni ezért. És erre egy figyelm, ugye ezt tudja Jéhu pontosan, ezért hagyja ott Jórám tetemét Nábótnak a földjén. Szóval ezt mondja Jahu, azért megfizetek néked ezen a szántóföldön, azt mondja Jahu, most azért fogjad őt és vesd a szántóföldre, Jahu a beszéde szerint. Aházia pedig a Júda király, amikor látta ezt futni kezdte a kert házának útján,
De Jéhu utána menvén mondva, ezt is vágjátok le a szekérben, a kúrhágójánál ugye megölték, amely Iblám mellett van, és ő Megiddóba menekülvén meghalt, úgyhogy Ákháziának is vége lett. És az ő szolgái elvitték őt szekéren Jeruzsálembe, eltemették az ő sírboltjába, az ő atyjába, Dávid városában. Ez ugye Ákházia. És eltemették Dávid városát. Oké, Ákházia pedig uralkodni kezdett Júdában, Jórámnak, az Ákáb fiának 14. esztendejében. És mikor Jéhu Jezreelbe ment, és Jézabel ezt meghallotta, az arcát megékesíték kenettel, felékesítette fejét, és kitámaszkodott az ablakon. Úgyhogy, ha valaki azt gondolja, hogy Jézabel nem tud még mindig rátenni egy lapáttal, akkor az téved, ugyanis Jézabel mit csinál? Megékesíti az arcát, felékesíti a fejét, és kitámaszkodik az ablakon, és várja Jéhut. Nézzük meg, hogy Jéhu mit csinál. És mikor Jéhu bevonult a kapon, mond a békesség van-e, ó Zimri, uradnak gyilkosa. Ő pedig feltekintve az ablakra mondta, ki van ott velem? Ki? És alátekintett két vagy három főember. És mondta azoknak, vessétek alá őt, és alávették, és az ő vére szétfecskendezett a falra és a lovakra, és eltapottatá őt. Szóval Jéhu nem viccelt, hanem még el is taposta Jézabelt bemenvén, pedig oda evett és ivott, és mondta, nézzetek utána annak az átkozottnak, és temessétek el, hiszen mégiscsak a király lánya volt. Ez ugye Jézabel, de mikor kimentek, hogy eltemetnék őt, már semmit sem találtak belőle, csak a koponyáját, a lábait és a keze fejeit. És visszamenvén megmondák néki, és ő ezt mondja, ez Jahua beszéde, melyet szólott az ő szolgája, tesbites illés által mondván, az ebek eszik meg Jézabel testét Jezreel földén, és olyan lesz Jezreel földjén a Jézabel teste, mint a mezőn a gané, úgy, hogy senki meg nem mondhatja, ez Jézabel. Úgyhogy ezzel zárul Jézabel esete, és hát rengeteg tanulságot le lehet vonni abból, hogy mi is az, ami probléma Jézabellel és ezzel az egész szellemiséggel, mi is az, ami ahogyan ez elpusztítja az egész nem csak a kapcsolatot, hanem mindenkit, aki a kapcsolatban részt vesz, aki körülötte van, és az egész közösséget, amennyiben az ember beengedi. Ez az oka annak, hogy Jahua nem tűr meg semmilyen bűnt. A legkisebbet sem, hiszen pontosan tudja, hogy amennyiben meghagyja a kicsit, az elburjánzik, elnő ugyanúgy, ahogyan a gaz elterjed. És az, ami Jezebellel történt, az szerintem egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy Jahua nem tűri el azt, aki az ő parancsolatai ellenére megy. Kettő királyok 10-ben, ezt most, hát nem is tudom, hogy megnézzük most, vagy egy következő alkalommal. Ez ugye arról szól, ahogyan Ákáb háza teljes mértékben elpusztul. És ezt nem fogjuk már most megnézni, úgyhogy akit érdekel, olvassa a második királyok 10-es fejezetet, ez Ákáb 70 fiáról szól, akik Samáriában éltek, az ő végük is hasonló lett, úgyhogy ez tanulságként szolgál szerintem mindenkinek, hogy Jahua nem, egyrészt nem tűri el, másrészt az, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha az ember ebben a szellemiségben operál különösen, vagy hát illetve csak nők tudnak ebben operálni,
de ezek ennek a következményei, és tulajdonképpen erről szól Ahab és Jézabel története. Megnézzük, hogy van-e valami kérdés.